nagyon fontos esemény történt az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektori kabinetjében. Aláírásra került egy szerződés az Országos Széchenyi Könyvtárral, amelynek keretében elindul az a digitalizáció, amely az egyetemünkön évszázadok alatt felhalmozódott szakdolgozatok, disszertációknak a digitalizálása révén megőrzése és hozzáférhetővé tételre kerül. Pont ezért van szükség a digitalizáló központunkra, hogy ilyen típusú, gyakorlatilag azonnal közhasznúvá váló projekteket tudjunk végrehajtani. Az egyetemen már átértünk a digitális ügymenetre a szakdolgozatokat illetően az elmúlt 4 évben, de az előző másfél évszázadban ezek csak manuálisan voltak hozzáférhetők, mostantól fogva mindenkinek rendelkezésére fog állni egy hatalmas előrelépés az egyetemen felhalmozódott tudáskincs közzétételét illetően.